Élt egyszer egy szegény csizmadia, itt, ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen sem tudott mesterségéből meggazdagodni. Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben született egy gyermeke. Hol egy fiú, hol egy lány, és az olyan egészséges volt, mint a mak. Ó, én Uram Istenem! Sóhajtozik gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn 6, lőn 7, lőn 8, mikor lesz már e hosszú sor után punktum? Egyszer aztán eljöve a 9., az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt 9 gyermekkel ezen a világon. 2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amaszt megmosdatni, és valamennyire keresni. Bizony, édesatyám fiai, ez nem csekély hivatal. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő, mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé, mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az egész szoba ágy, tömve, dugva, apróbb, nagyobb emberforma fejekkel. No, de hála érte az Úristennek, még nincsen ok a panaszra. Mind a 9 egészséges. Jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva, és inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg. Inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra. Az már el volt végeztetve, hogy ezek mind a 9-en keresztül dolgozzák magukat az életen, és nem adják át a helyüket senkinek. Nem ártott azoknak sem az eső, sem a hó, sem a száraz kenyér. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból. Hazafelé futtában minden utcaszegleten látott aranyos, ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat, amiket jámborkofák árulgattak. János mester egy-egy helyen meg is állt. Talán venni kellene belőle. Micsoda? Mind a 9-nek? Az sok volna. Egyet vegyen? Hogy a többi azután irigykedjék rá? Nem. Majd ad ő nekik más karácsonyi ajándékot. Szépet is, jót is, ami el sem törik, el sem kopik, aminek valamennyi örülhet, mégsem veheti el a másiktól. No, gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok, szólt hazatérve 9 fejű családja körébe. Tudjátok-e, hogy ma van karácsony estéje? Ünnep ám ez, nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk, valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak hát, még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit csak én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam. Karácsonyi ajándéknak. Aztán szépen sorba kell állni. Szépen sorba állította őket, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább. A 2 legkisebb az apa karjára és térdére jutott. Már most csendesség. Azzal komoly, áhítatos képpel levéve zöld sipkáját fejéről elkezdi János mester a szép, hangzatos éneket, ami így kezdődik. Krisztus Urunknak áldott születésén. Az volt ám a nagy öröm, amikor mind a 9 egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezi a ma szép dalt, amit maguk az angyalok visszhangoztak azon az emlékezetes éjszakán. Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fenn a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafönn az első emeleten. Ott egy gazdag nőtelen úr lakik egymaga 9 szobában. Egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, negyedikben ebédel, ki tudná, mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyereke, hanem van annyi pénze, hogy maga se tudja mennyi. Ez a gazdag úr éppen a 8. szobájában ült ez este, és azon gondolkozott, hogy miért nincs az életnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes, miért nincs e nagy szobákban elég levegő, miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom.
amidől János mester földszinti szobájából elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl a ma vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyet vetni, hanem amikor már tizedszerre is újra kezdték, nem állhatta a dolgot. Összemorzsolta kialudt szivarát, és lement maga, hálókabátban a csizmadia szállására.